nem lesz könnyű ez a parlamenti választás, hiszen a listás dolgok, az, hogy valamelyik kárpáti vagy a szerzettek a képviselője, vagy pedig a támogatottja helyet kapja a listát, az elég sok nehézségbe ütközik. Ugye nekünk olyan politikai erőket érdemes támogatni, akik egy tiszteletben tartják a kisebbségeknek a jogait, ellene vannak azoknak az intézkedéseket, amelyek történtek az elmúlt időkben, amelyek a teljes jogfosztottság irányába hatnak, illetve az Európai Unióhoz való integrációra törekednek. Na most ilyen párt nem nagyon van. De arról van szó, hogy a keleti régiókat képviselő pártok, azok ugye a kisebbségjogoknak a megtartása mellett vannak, de ugyanakkor inkább Oroszország felé orientálódnak. Míg azoknak a pártoknak a döntő többsége, akik európai orientálások, legalábbis szóban vagy deklarációk szintjén, azok igen kemény ukránosítási politikát helyeznek kilátásba, vagy ennek a folytatását. Ebben nagyon nehéz olyan pártot találni, aki merre letűzhetjük a zászlót, és a egyelőre még csak virtuálisan létező nép szolgája civil párt, arról pedig pontosan nem lehet tudni, hogy milyen politikát kíván folytani a jövőben. És ugye ők abban érdekeltek, mivel most annak ellenére nem sok tudható az, hogy mit kívánnak csinálni, de lehet, hogy pont épp ezért ugye a szavazók 49%-a őket támogatja. És a rendkívül érdekes rendszerben próbálják most a képviselőket kiválasztani, hogy egy ilyen primeriz van a komputeren keresztül, az ember ott beír 3 törvénytervezetet, meg beküld egy videót, és akkor valami a komputeres rendszeren ezt eldöntik. Hát eléggé népállításnak tartom az ilyen módszereket, de az, hogy hogyan fogják kialakítani magát a listát, arról is nagyon keveset lehet tudni. Parlamentben úgy érzékelem, hogy ottan több ilyen csoportosulásnak van befolyása erre a pártra, illetve a megválasztott államelnök az Zelenszkijre, és nagyon nehéz átlátni azt, hogy végül is hogyan és ki hozza meg ezzel kapcsolatban a döntéseket. Hát meg fogjuk látni, de azt tartom valószínűleg, hogy egyéni körzetekbe fogunk indulni, mint ahogy tettük ezzel ezelőtti választásokat, és más megoldásaink nem igazán lesznek. De reméljük a legjobbakat mi.